Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a következő kis élő adásban. A mai nap Cities Skylines játékkal fogok játszani. Ráadásul elsőre, úgyhogy most fogok először vele játszani. Úgyhogy majd most ismét megnézhetitek, hogy hogyan fogok bénázni. Lásd, hogy az Assassin's Creed és egyéb ilyen csodajátékok. A stream alatt meg tudjátok szavazni, hogy a elkövetkezendő két vasárnap milyen játékokkal játszak. Holnap egyébként a Subnautikát szavaztátok meg. Egyébként elég szoros verseny volt, hogy a Team Fortress 2 és a Subnautika között, de két szavazattal nyert, úgyhogy holnap Subnautikázni fogok egyedül, mert szeretném kipróbálni a játékot először. És hogyha esetleg bejön vagy ilyesmi, akkor majd utána a következő streamekben majd tudjuk közösen nyomni a dolgot. A stream alatt egyébként, amellett, hogy megtaláltok a szavazást, rengeteg különféle kattintható linket és egyéb dolgot találtok meg. Most például betettem a VOD videóknak a linkjét is úgymond, tehát egy külön kattintható gomba VOD link, illetve ha valaki rámegy a menetrendes weboldalra, ugye felkeltője a menetrend a chatre, akkor ott például egy VOD link gombot szintén hozzáadtam. Úgyhogy vissza tudjátok nézni az előző streameket. A YouTube csatornámon, a gaminges YouTube csatornámon külön van egy lejátszás lista, amiben benne van az eddigi összes Twitch stream, legalábbis ami ugye ez a 30 nap, 30 játék éves keretein belül van, sőt köztük van ugye nem listázott módban a hajnali stream is, illetve a Modern Warfare is, mert azt egyébként nem mertem kirakni fullra, de úgy voltam vele, hogy legalább ott lesz és van. Illetve most az utóbbi 4 streamet is felraktam, vagy azokkal le voltam maradva, úgyhogy kint van a Cségós, a TFT-s, a tegnapi Minecraft-os, illetve azt hiszem a Jazzköz 4-es volt még, ami talán kimaradt, úgyhogy most már az is fönt van. Amúgy csak én nézem meg, te... Ó, tényleg ilyen kevesen vagyunk? Hát jó, mondjuk nem a legnépszerűbb játék valójában. Hárman vagyunk itt. Elvileg 3 néző van. Üdvözlök mindenkit egyébként, remélem, hogy fontosan csatlakoztok. 5-en vagyunk? Ó, akkor csak drága látos Twitch, nem... Hello Catman, szia, üdv köreinkbe. Hello. Érdekes, nekem mindig 3-at ír a Twitch, meg a Streamlabs is, na mindegy.
Picit kiégetnek tűnik a kép, hát ezt igen, általában itt a főső tévé, nem nagyon szoktam észrevenni, na mindegy. Na, kezdjük is a játékot. Legalábbis remélem, hogy működni fog. Igen, működni fog. Úgyhogy vissza is jövök ide erre a nézetre, és lássuk. Yeah! Szuper, működik. Hát ez nagyon jó. Na, lássuk, hogy mit kell csinálni. Hát fia, hogyha a SimCityhez hasonló, akkor... Yeah, boy, most már jönnek az emberek, ha már most kiégsz, ez elég igaz. Hát remélem, hogy ismét meg fogom találni az összes bugot a játékban, mint ugye az Assassin's Creed-be. Úgyhogy igazából próbálom tényleg nulláról megérteni, mert igazából azt hiszem a Siriusnál, nem tudom kinél láttam így, meg a Nessai-nál láttam még Twitch élőadásban, ahogy játszottak ezzel, de hát nyilván ők már benne voltak nagyon a játékban, tehát hogy az, hogy itt nulláról hogyan kell összerakni a dolgokat, így hát... Hát ez elég jó lesz. Próbál, most valami térkép, vagy gondolom pályát kell kiválasztani. Aha, és akkor itt gondolom alul írja, miből mi van. Gondolom, ez gondolom a nyersanyag. Oil. Érc. Farm. Forest. És... Amount of water. Aha. Oh, wow. Olaj nincs is, hát ez nem tudja. Ó, ez jól néz ki. Annyit szeretnék kérni, srácok, hogy... elég low budgetnek tűnik a játék, az kérdez. Szia Brown és mindenki más. Hello Sheriff, szia. Annyit szeretnék kérni, srácok, hogy alapvetően ne segítsetek, mert tudom, hogy sokan vagy, mert például itt a Robi is gondolom valami Esport Ready Expert Player a City Skylines, van, nagyon SimCity-t mondtam. Szóval szeretnék magamtól rájönni egyelőre a dolgokra, hogyha valamiben nagyon durván elakadok, akkor majd segítséget fogok kérni tőletek. Egyelőre próbálom kitalálni saját magamnak a dolgokat, és akkor utána, majd hogyha bármi jön, akkor majd szólok. Egyelőre most próbálok valami olyasmit keresni, ami kicsit ilyen egyenlőbb, de egyébként eddig ez a... Green Plains, hát... Egyébként így... próbálok valami olyasmit keresni, ami kicsit ilyen balanszolt. Hát van ez a River Run, meg ez a Green Plains. Igen, mert itt a bajom az, hogy kevés a víz. Még itt nem itt sokkal több lenne. Szerintem legyen ez, mert ebből van elég sokból valamennyi. Tehát hogy ezért nem az van, hogy van amelyik nagyon overpowered, hanem így kb. Egy vonalban vannak. Custom map theme. Ó, jó, hogy ilyen is van, de hát ezt most pont nem. Start. Lássuk. Mi lesz? Azért nem. Hát... Hát figyelj, Robi, hozzám képest egy e-sport ready ultimate mindenkit elversz a francba játékos vagy ebbe, úgyhogy hidd el. Remélem jól vagytok, srácok, hogy vagytok, írjátok meg egyébként. Vagy amikor először SimCity-ztem, akkor nem raktam le, micsoda, nem raktam le boltokat, de érdekes, mert nem sírtak az erdő alakuk. Igen, még igen. SimCity-zni SimCity-ztem egyébként. Nem jutottam olyan szempontból sokra, hogy így ilyen nagyon brutális városom legyen. Egyébként elvileg lesz SimCity is, ha jól emlékszem, azt beraktam ugye a listába. De mit akartam mondani? Szóval nyilván gondolom ez egy teljesen másik játék ebből a szempontból. Oké. Utat kell építeni. Aha, utat kell építeni, válaszok egy útipust és rajzoljam meg.
Aha, meg gondolom itt valami központ itt is van. Hát ez gyakorlatilag a SimCity, mint múltkor. Itt valahogy lehet forgatni, vagy... Aha, így lehet. Aha. Jó, és se jobb klik, se bal klik egyelőre, bár lehet, hogy ez csak azért, mert le van állítva a játék, vagy... Aha, így lehet, jó. Hidespace-el meg van állítva, jó. Görgővel zoom, hátra, jó, oké, most már az irányítás kávé megvan, bár még ezzel kezdte volna a játék, de mindegy. Szerencsére ezzel nem rájöttem, oké. Ja, értem, szóval lehet ilyen kacskaringós is, meg ilyesmi, oké. Construction cost, mennyi van? 70 ezrem. Hát majd hozzuk ki ideig. Hát mert ez mennyi? 3000. És ezt is kihozzuk ide. Ez is 3000, jó. És akkor most van az. Shiftet tartja, nyomom, mint a Photoshopban. Hát, semmi. Egyik sem működik. A Q-val és az E-vel tudok forogni, a WASD-vel mozgok, illetve görgővel tudok zoomolni jelenleg. Hát, mindegy, én ehhez most hozzá fog szokni. Szia, Ármin! Adnám azt a tanácsot, van egy pár mém videóm alulról, tele írréppel. Hát jó, hát figyelj, a tanácsadásnak tényleg az a lényege, hogy... hogy főleg olyanok jelentkezzenek, akik ténylegesen komolyan is fogják meg gondolni így a videózást, mert nyilván most arra nem fog tanácsot adni, hogy hogyan csinálj jobb denk videókat. Zoning, oké, okay, itt van a zónolás, mint SimCity-ben. A zöld az a lakó övezet. Aha. Jó. Legyen az, hogy ide építek most lakóvezetet. Kind of. Szembe vele pedig bótokat. És akkor majd az utat, azt úgy kéne elvezetni, hogy így. Csak így. Ez mondjuk legyen 3000. És, oh jeez. És ennek a végébe kerüljenek a gyárak. Már akkor egy kevésbé... Így. Mondjuk nézzünk egy ilyen dizájnt, nem tudom, hogy működni fog-e. Minden esetre megnézzük, hogy milyen a helyzet. Ja, lehet gyorsítani a folyamaton, oké. Okay. Már kezdtek épülni az első épületek. De jó, ilyen jól be lehet zoomolni. Oké, okay. Áram és víz az ugye kéne, hát jogos. Akkor stop. Van áram. Ó, igen, itt meg tudjuk nézni, hogy hol van víz például. Electricity. Ezt most így úgy van, hogy le kell tennem ide mondjuk. Ja, oké. Okay. Ja, aha. Oké, okay, hát ez meg nem tudom mennyivel jobb ötlet így. ne, még eltűzött a vázakat. Oh, fuck. ne. Igen. My bad. Upsi. Jó, akkor nézzünk egy olyat, hogy windmill, na. Construction cost 6000. Jó, elvileg itt a gyáraknál, de nem ez van olyan sok. Ott szeles gondolom a legjobban, akkor gondolom oda kéne rakni, ott tudjuk a legtöbb, 7 megawatt van.
Hát mondjuk rakjuk, nem tudom, ide, vagy... Aha, na jó. Hát, nem tudom én. És akkor most így, ez jó. Ez kéne valamilyen construction road, vagy ilyenek. Hm. És akkor van a víz. Water pipe. Oké. Okay. Már elindítsuk a játékot. És nézzük meg, mi a hányás van. Köszöntsük újra a lakóinkat. Hello, Svegandus, hello, hello. Teljesítmény elérve. Jó, víz és áram kell nekik, stop. Ja, nem, már most az eső itt fog végigmenni háttérbe. Szóval van a water pipe. Aha, vízpumpáló állomás. Hát, ezek szerint más vízforrásunk így nincs, kizárásos alapon. Water tower és... Aha... Jó, oda letettem. És elvileg, ha jól értem... Jó, ide kell kihoznom. Meg így... I guess so. Akkor ezt képelj ki. Jó. Akkor áthozom ide is, meg gondolom a gyáraknak is kéne majd víz. Így. Meg most egyelőre így csinálom meg, mert lusta vagyok. Oh wow. Jó. Vízük van. És az áram esetében pedig innen kéne kihúznom. Tőle? Vagy mi? Elnevezted már a várost, vagy ez csak a SimCity-vel lehet? És fel nem értem. Tehát, hogyha én ide megmondom, hogy ez... Ja, nem, akkor az hozzá fog érni. Jó. És az magára az útra rakom, azt gondolom, az nem számít. Jó. Tehát ez... Ide mögé kéne raknom, I guess so. Lássuk. Hát ez egy jó csúnya eddig. Ja. Jó. Jó, elvileg most így van áram mögöttük. Meg gondolom. Nagyon így is kéne majd, meg ugye a végén majd ott össze kell kötni. Jó. Ezt Viktor meg lehetne. Többet nem beszélne velem. Igen, tudom, hogy nincs összekötve. Most fogom majd összekötni. Meg gondolom valahogy így. Space already occupied. Tehát valahogy így kéne egész, nem? Tehát hogy csak simán a területre vigyem rá. Vagy... Robert. Oké. Okay. Jó, elvileg van vízük, van áramuk. Elvileg van. Működik. Víz is van, elvileg működik. Ezt gondolom szintén ide kéne majd rakni. Ez mennyivel jobb, vagy rosszabb. Mindenesetre ezt így össze is kötöm, így. Nem. Ja, hogy ezeknek áram kéne. Ó, hogy szakadj meg. Jó. Na, így már működik. Ha.
Ez én nem a legszebb dizájn, de... Szennyvízelvezető, nehogy a vízpumpa mellé tedd. Ja, hogy az a szennyvízelvezető volt? Nem a... Ó, oh, fuck, hogy az nem az volt. Ó, oh, boy. Jaj, ezt nem tudtam. Szerej. Jogos egyébként. Ember arra folyik a víz. Na várja, akkor hogyha én nagyon messze teszem, de annak meg is semmi értelme. Out of city limits. Hát mi arra folyik a víz, az igazából tök mindegy, hogy ide rakom, nem? Vagy várjál? Jó. Ezt ide rakom. És akkor van külön szennyvízelvezető cső? Vagy most... vagy már meglévővel kell összekötnem? Vagy what? Ó, értem. Hát a SimCity fokkal egyszerű. Nagyon esztétikusan. Kihozom ide az áramot. És akkor gondolom, ami itt fontos, hogy... itt van a water pipe. De ha meg ezt innen húzzam ki... Jó, tehát hogy most külön egy water pipe-ot kell leraknom, ugye? Innen kivezetve. Oké. Az lehet itt gondolom közvetlen mellette is egyébként, tehát ez nem kell, hogy... Oké, tudom, hogy nem egy szabad egybeérnie, de hogy... Tehát hogyha azt ide mellé rakom, az ugyanúgy számít, nem? Csak tudjam, hogy nyilván az az. Még ezt összekötni nem kéne így. Nem, valahogy úgy kéne ezt megoldani, hogy... van ez. És akkor ezt így kihozzuk ide. Meg innen még... így... ha... így, és akkor... valahogy így. Van szennyvíz elvezetés. Legalábbis, majdnem, mert hogy ő nekik is össze kell kötni a dolgot. Így. Jó. Így. Így. És valahogy így össze... ha így. Tada, van oda és vissza is. Legyen családi titkok. Jó. Mert nincsen vízük. The info window shows you what is going on with the... Not enough water. Hát alattatok van egy egész vízvezeték. A francról beszélni nem lehet. Ja, mert minuszban van a C. Á, értem. Hát alattuk van. What? Ja, vagy hogy nem közvetlen alattuk vezettem el? Az a bajuk, hogy nem közvetlen alattuk van elvezetve? Csak az a gond, hogy nincs money. Nincs pénz. Jó, srácok.
Úgy érzem, hogy ez egy... Úgy érzem, hogy ezt próbáljuk meg újból. Mert legalább most már tudom, hogy mit kell csinálni kb. Ó, de szép! Úristen, ezt le kéne fotózni. De jól néz ki. Naplemente. Srácok, egy pillanat és jövök. Most végre legalább ki lehet használni a szünet nevű színt. Hi. Itt is vagyok, bocsi srácok. Hát lefotóztam egyébként. Már arra vagyok kíváncsi, hogy meg tudom nektek mutatni így. Hát... hát megpróbálom, aztán majd kiderül, jó? Nézzük meg, hát a sikerül. Mert szerencsé egy állványom van a kamera, úgyhogy ezzel nem lesz probléma, hogy hol volt eddig. Na, vajon meg... Ó, ott van. Most mondjátok, hogy ez nem szép. Most pont nem látszik teljes egészébe, de... Na, tehát hogy... Azért na. Nagyon szép, úristen. Az a gond, hogy annyira nem adja át egyik kamera se teljes egészébe, hogy milyen szép, amúgy meg. Hát ez nem semmi. Nagyon szeretem az ilyen naplementéket, amikor ilyen nagyon... pirosas, sárgás, minden ez színű, tök jó. Lehet, hogy ez kicsit ilyen fura, de... Nem tudom, én bírom az ilyeneket. Na. Most vissza is jött, egyébként beküldöm Discordra a elkészült képet, mert az talán egy hangyányival jobban visszaadja a dolgot. Be is küldtem. Ez a nyers kép, úgyhogy Discordon bent is van. Na. Szóval ott tartottunk, hogy... Bocsi a kis kitérőért. Stream Snipe. Na. Új játékot kezdek, hogy azért kicsit fairebb legyen a dolog. És azzal gondolkodom, hogy hogyan, hogy ez mennyivel jobb vagy rosszabb. Azt tudom, hogy talán ez volt, amit választottam, csak azt gondolom, hogy mennyivel jobb a másik. Talán semmiből, úgyhogy maradjunk ennél. És újra kezdjük az egészet, mert legalább most már tudom, hogy kell mit kéne csinálni. Úgyhogy, ja. Talán most már működik. Vagy működni fog a dolog.
Szia Dani, hello! Robi, hello, igen, nem nevet a romániás vicce, hanem egyébként nem vicc. Román nem létezik, csak egy idúzó, így van, és Ausztrália se, a föld lapos, és holdra szállás nem történt meg, és a koronavírust az 5G okozza, köszönöm szépen. Lezda, igen, jó, akkor az úttal fogjuk kezdeni. Ó, várjál, de most meg... Ez nem ugyanazó, kezdtem, vagy csak fordítva... Vagy csak máshova rakott le most engem? Vagy... Vagy ez teljesen máshova? Mindegy, jó ez! Megnézzük, hogy ez milyen. Hát talán annyiból észszerű lenne innen indítani. Mert akkor itt közelebb van a víz. Ellátás. Ami tök jó meg van csinálva, mint hogy ahhoz képest. Én még nem a világ legéletűbb vízgrafikája, de na azért nem olyan rossz. Hello middle house button. Azt gondolom, nekem a görgő lenyomása az nem működik valójában. Úristen, mit tiltott ki a Dannál? Még nem is láttam, mi a franc? Clap by Streamlabs. Kérdés, Streamlabs-en belül nem lehet embereket hozzáadni kivételnek, hogy kivel ne szórakozzon a Streamlabs? What? Ez tök béna, hogy izé... Jó, közben rájöttem, hogy stop. Kezdjük úgy, hogy... Ó, és itt van, ó, itt lesz heat, instant. Yeet. Jó, ez itt be is klappel. Oké, okay. Boom. Ó! Ezt a zenét nem is tudtam, hogy ez ilyen no copyright soundos. Hogy már annyiszor hallottam. Ez egy jó zene amúgy. Kell nekünk két híd egyáltalán? Elnézzük meg úgy. Akkor a formaságnak két híddal. Fog. Ja igen, shift-tel gondolom belakkolom. Ez zene ennyire ilyen tipikus, akkor ezek szerint... Akkor most beértem, hogy miért, nem tudtam, hogy no copyright soundos. Már mondjuk gondoltam olyan igazából. Jó, ez menő, van egy hídunk, kettő is, na hát... Majd még egy olyan helyet, ahol két híd van, BOOM! Szóval, jó. Oké, zónák. Én az elejére raknám... Ja, irodai zóna és a dezón. Ó. Oh. Ja, hogy ez ilyen automata zóna kvázi, vagy valami ilyesmi. High Destiny, igen, és Commercial, aha. Jó, gondolom ez majd folyamatosan fog fejlődni úgyis, jó. Lakó egységek. Szerintem én itt az egész... Szerintem ide rakom a lakót, teszem be a bóti zónát, és akkor ide a végébe rakok két gyár zónát, és akkor ezt nyilván majd még expandolom oda. És akkor most jön az, hogy áram. Kell gondolom a turbin... Ez micsoda? Koal... Az más, az más, más. Jó, szél. Szél erőmű. Hát gondolom kizárásos alapon ide kéne rakni amúgy, csak ez jó messze van a várostól cserébe. Deal. Jó. És akkor... Hát ez meg nagyon drága lesz ide elhozni az áramot. Jó, mindegy, nézzük meg innentől. Így. Ez ugye mögöttük van, ezzel ugye eddig nem volt problémájuk. Így, és akkor... Ja, még oda is át kéne hozni? Ilyet lehet amúgy híd... What? Meg lehet csinálni ilyet, de jó. Ja, hogy olyan mélyre le van rakva, értem. Jó, és akkor így. Sem akarok túlköltekezni annyira.
Nézzük meg így. Hogyha... Oh, perfect. Jó, és őt kell összekötni így. Elvileg jó. Elvileg úgy most lesz áram. Vagy odaig nem terjed ki maga az áram, ha jól sejtem. Jó, ott van áram, van áram. Jó, elvileg oké, elkezdett tölteni. Szuper, stop. Most jön a víz. A víz az erre folyik, úgyhogy eleve itt az elejéből kéne szedni a vizet, ugye? Hogy a végébe tudjuk önteni maximum. Oké. És most kell ugye kivezetni belőle. Valahogy úgy, hogy... Valahogy így alájuk kéne hozni, ugye? Mert akkor fog működni, szerintem. Így. Stop. Ekközben le kéne állítani a folyamatokat. Mert akkor így... Most azt akarom megnézni, hogy egyetlen... De kb. Egy vonalban van. Elvileg területi szempontból meg kéne, hogy kapják a vizet. Vajon így át lehet hozni a vízcsövet? Át. Még kicsit fura, hogy a víz alatt megy a vízcső, de... Egy fene. Az jó, ezt a másik irányba akartam. Jó. Ah, ez nagyon sok pénz, és mi nem termeltünk semmit vissza. Oké, okay, economy panel visszajött. Na indítsuk el így. Nézzük meg, hogy így jó lesz-e. Még szennyvíz még nincsen. De előbb nézzük meg. Elvileg van vízük. Oké. Okay. Yes. Ott valami... Várj, mi a bajuk? Nincs áram. Hát... Ezeket össze kéne így kötnem. Na, gyorsítsuk be a folyamatokat egy picit. Jó, oké. Okay. Zónák szempontjában elvileg itt épülnie kell majd a dolgoknak. Jó. Most szennyvízre panaszkodnak, szuper. Jöttem, mikre tett menni több falunk? Szia, Andor, hello. Atombombát, ha ide ráhadról vagy, jaj. Spanyol verzió vagy mi? Várjunk csak, ennek ez a szövege. Ez a játékkal én is akartam egyszer, amikor ingyenes voice teament, be is zsebeltem, de nem futtatja a gépem. Aaaa. Hát ez szomorú. Jó, a szennyvizet azt így... Ó, Istenem. Nem arra, hogyha meg több víz kéne, akkor meg lehet, hogy tudod, ez itt egy idő után már limitálna lenne. Na, limitálva lenne, hogy itt nagyon a végébe kéne rakni, csak az meg nagyon drága ide elhozni a izét. Hát, nézzük meg. Valahogy úgy kéne megcsinálni, hogy ne érjen össze ugye izével. De közben mégis fusson alattuk a dolog. Space already occupied. Hát ezt én értem. De várj, ez így nem jó, mert összekötötte izével. A... Ne. Jó. De várj, az is olyan érdekes, hogy csak az egyik irányba megy a... De ez így nem jó, mert csak az egyik irányba megy a víz. Az így nem jó, stop. Ennek külön kéne működnie. Ha jól értem. Vagy mi? Srácok, valaki mondja már meg. Most össze kell kötnöm a szennyvizes izét, mert ott ugye így, ha ránéztek, akkor itt ugye két cső van eleve. Van egy, amiben folyik a víz, a másikben meg gondolom a szennyvíznek kéne lennie, nem?
Robi. Ha nem. Hát mi érdekes, Robi, mondjad. Na most ugye ez a szennyvízből jön, ha megnézed. Ez a szennyvízből kezdtem el indítani. De hogy mert két cső van, tehát akkor gondolom az egyik cső az meg a szennyvíz kéne, hogy legyen. Tehát ha elvileg most én ezt összekötöm, akkor ebben működnie kéne a szennyvíz elvezetésnek. Mert hogy két irányból működik, nézzük meg így. Aztán max elindul a másik irányba a dolog. De hogy elnézem, nem igazán. Próbál meg majd max panaszkodni. Közben mi rájöttem, hogy ide áramot is kéne hozni. Jó. Valahogy úgy kéne ezt, hogy így. Nem? Először ide... Na. Szélétől kihoz... Mondom, szélétől... Kihozzuk ide. Addig lehet. Majd így egyenesen a környékére így. Boom. Jó, működik az áram. Víz elvezetése van a baja. Nem, ezt most nem kell. Ezt kilépünk. Water pipe not connected. The water drain pipe releases water into lakes and rivers drain capacity. Ezt mondja, hogy nem kap. Álljunk meg egy picit. Volt? Itt miért panaszkodnak vízre? Ja, nem volt áram alatt a izé? Most azt akarod nekem mondani, hogy nincs áram alatt ez a szutyok? És ezt csak most mondod? Bro. Hát ez a big bro moment, azért nem értettem, mi a baja. Azt töröld. Azt figyeld, mindjárt azt fizük. Tessék, szívesen. Máskor is. Jó, szennyvíz, igen. A vizetek úgyis kell, hogy legyen. Nem, ez mindjárt fog tűnni, mert a másik irányban meg ki fogja pumpálni a szennyvizet. És ki kellene, mert látod, hogy egyszer csak eltűnik. Közben újra jöjjön. Ezzel nem értem. What? Most össze van kötve szerintem. Vagy nem? Tessék, össze van kötve. De ennél nem tudom már összekötni. Stop. Én nem értem. Robert. Ó, oké. Tehát akkor mégis külön kell legyen szennyvízes és izé... Ó, Istenem. Nem, én azt hiszem, hogy azért van két cső, mert hogy érted, hogy... Hát jó, csak... Ez azért nem jó, mert így akkor nem fog... Hát
Méret szint? Ez is akkor őrség, nem? Nézzünk meg egy ilyet. Hát ha. Nem, az így nem működik. Nem értem. Nézzük meg gyorsan egy tutorial videót, hogy kell. Hello, senpai! Még nem indiai tutorial, az még szomorú. Vóta! Jó. Jó, itt most flexelt azzal, hogy milyen van. Oké, köszönjük. Annyira tudtam. No, na, a szennyvizet mutasd. Oké. Okay. Ó, szóval van vízváltozás, oké, okay. Tehát vízszintváltozás. No. Oké, okay, áramra szükség van, oké. Okay. És pont azt a részét vágta le, ami a lényeg lenne. Hallod? Leteszi a izét, és pont ott akad meg a videó egyet, és vág egyet. Valaki írt a kommentbe, hogy állandóan csak azt kérték a lakóim, hogy izé, hogy hol van a víz. Hogy ezért rájuk küldtem egy tízes nagyságú cunamit. Oké, okay, ez még mindig nem válaszolta meg, hogy hogyan kell lerakni ezt a rohadt vízelvezetést. Mert mint kiderült, ugye egy ilyen waterpipe-nak van ez a range, amit most fedeztem föl. Szóval nem kell feltétlen úgy lerakni, ahogy én leraktam. Robert ír valamit, mert nem sokáig tudsz. Miért beszélek kínai, bácsi?
Csak hangulatjeles chat, 2 percig kellett menet. Jó van, akkor legyen... Legyen... Csak hangulatjeles chat. Mindjárt, megkeresem. Csak hangulatjeles chat, ki és bekapcsolás. Oké. Hát akkor srácok, 2 percen keresztül csak hangulatjelekbe tudtok kommunikálni. Ó, ez be is kapcsolta automatikusan a rendszer. Várj, ez most az automatikus... Most az a gondolom, az az automatikus, amit én adtam hozzá, vagy amúgy? Ó, hát ez meg Twitch sablon volt, szóval szerintem akkor ezt automatikusan beállította. Jó, van ez király? Jó, hát srácok, lehet spamelni akkor a kis high emote-ot, meg az egyéb ilyen emote-okat. Sőt, nekem van egy ilyen speckó emote-om is. Már ha engedni a rendszer, köszönöm szépen. Ugyebár... Igen, egyébként most már a chaten látszódni fognak a Better TTV-s és Franker Face-es cuccok is, úgyhogy ja. Oké. Mi? Akkor amíg hangulatjeles chat van, addig még gyorsan megnézem, hogy hogy a francba kell. Most ez az 5 tip. Ha? Amúgy se... Úristen, mik ezek a... Én, hogy te kapcsoltad, beértem. De ezzel még Robi se tud segíteni, aki elvileg ezzel játszott, szóval ez azért idegesítő. Majd nem rád vonatkozol a Robi, érted, csak hogy... Egyszerűen nem tudok arra választ találni, hogy hogyan kell elvezetni a szennyvizet. Na, végre itt van, oké, igen. Leteszi. Ennyi? Jó, elvileg akkor mégis úgy kell csinálni, hogy én csináltam ennyi, mint kiderült. Tehát össze kell kötni. Tehát azért van két ső, hogy egyik a sima víz, a másik pedig ugye ízé. Tehát ez hülyeség volt, amit ugye a Robi írt, azt hiszem, hogy ilyesmi. Amúgy valóban nem ér semmit ketven. Akkor már inkább
Tehát a feliratkozás az még a 1000 bit árnyékában még így is jobb ötletnek tűnik, amúgy az a poén. Jó. Szóval a... Ja, visz... Oké. Okay. Szóval a konklúzió az az, hogy simán össze kell kötni. Ah, de akkor minek csináltam két csövet? Jó. Fogom és leszedem itt a csövek egy részét. Neket ide hátra építettem. Illetve a lényeg az, hogy nem kell, hogy le legyenek vezetve itt a... Ha, jó. De az meg maradhat. Így, bum. A lényeg az, hogy áramlatlan és legyen összekötve a vízzel, ennyi. Itt még talán annyi lehet egyedül probléma, hogy... De hát, hogy közben amúgy össze vannak kötve itt a dolgok. Meg így kötöm össze még esetleg. Na. Lássuk most mi a helyzet. Szennyvíz, szennyvíz, szennyvíz. Twitter. Most komolyan az a vagyok, hogy nincsen izé. Hát itt van a szennyvíz. Please connect your city to a highway connection. This is wait people. Ha, oké. Okay. Eladom most, hogy támogassam, Brown. Jó, ez durja. Lerakok még egyet, hogy legyen értelme. Talán. Nem tudom, hogy ezzel most mennyivel lettem előrébb. Minden esetre... Ez eddig miért nem tűnt fel? Hogy gyakorlatilag a hátuljából kell kivezetni, azért nem vezette el eddig a... Baszik. Bruh. Ha így most működni fog. Oké. Nézzed a Mahnia észtet, nem. Tessék! Szennyvíz! Áram, minden van, gyerekek. Illetve igen, a másik, amit ugye panaszol itt a játék, hogy itt nem kötöttem még össze a highway-t. Ó, itt egy repülő. Stop. Jó. Itt az lesz, hogy... Láttam most, hogy csávó azt csinálta, hogy... ilyen speckó út dizájnt csinált. Valahogy itt lehet talán állítani ezt, hogy hogyan rajzoljon. Jó. Valahogy úgy csinálta, hogy csinált azt hiszem egy négyzetet. Nekem az is jó, hogyha oda csinálja. Oké. Okay. Pont más kirembe akartam, kösz. Illetve azt mondta, hogy itt ugye van egy pont, amikor ugye megjelenik egy vonal, az a fél. Ez a teljes, ugye ilyenkor. Várja. Oké, annak az egyik felétől elvisszük ennek. A másik feléig, és akkor így meg lesz az átló. Oké. Okay. Kialakítunk még egy ilyet. Gondolom egy ilyet és így. Illetve itt keresztbe kötötte ezeket össze.
Ja, hogy akkor nem pontos. Pontos, aha, értem. Jó. És akkor ugye ezekből lehet még ugye különféle ilyen útvonalakat csinálni. Oké, és akkor ugye ezt összekötöm így. Akkor nem kötöm össze. Ezt meg ugye így. Jó, és akkor itt ugye szintén ki tudok alakítani a lakóvezetet, meg gyárat. Valahogy úgy kéne, hogy ide rakom a gyárakat, ide rakom a kereskedelmi részt, és a többi nem még ide belőle. És akkor innen meg lesz a többi a lakóvezet. Nem tudom, ez mennyire lesz 200 IQ minden esetre. Csávó ezt mutatta, hogy ez így a, ezt használják a pro playerek, úgyhogy beleengeded a szennyvizet a folyóba, milyen ember vagy? Ültes fákat egy körbe, tegyél utat mellé, nevezd el Mother-nek, és ez lesz a Mother Fucker. Istenem. Fú, oké. Okay. Ezt még fel kell dolgoznom, ez ilyen komoly traumaként ért. Oké, okay. Ez viszont annyiból jó, hogyha itt meg tudom csinálni az átlót, mert akkor viszont még ide ki tudom vezetni a dolgokat. Azt kéne még kitalálni, hogy hogyan csinálok olyat, hogy... Ó, cinematic kamera. Ó. Jó. Azt kéne kitalálni, hogy hogyan lehet... Aha! Ó, F és R-rel tudok felülni és alul. Ó, szuper! Na, végén minden megtanulok így. Jó. Ez tök, hogy automatikusan elvezi ilyen... Hát tudom ezt írni? Jó. Jár indítottam közben. Ó, ez menő mondjuk. Jó, viszont őket is egyébként közben hozzá kell majd kötni így a vízhez, meg a többihez. Úgyhogy... valahogy ezt úgy kéne majd, hogy... a vizet ezt innen áthozom. Valahogy... így mondjuk, és akkor itt lesz egy terület, amit lefedek, meg így lesz egy terület, amit lefesetlem, hanem így. És így be van fedve, szuper. A másik pedig az áram lesz, na hát ez még egy másik kérdés. Valahogy ide megé kéne. Ja, ez áram is olyan béna. Jó. Oh fuck. Ez is jó, nem lesz jó. Nem is termel pénzt amúgy ugye a cucc. Economy. Tax is long, tax is, nincs is tax. A franc. Nézzük meg, hogyha indítom, akkor mi lesz? Hát, ha ezek termelnek majd pénzt. Jézus, amik ezek a smiley-k, vagy izé emotok. You got you hated you, G. VV show van live-ol, ekkor mentem, sziasztok. Az még létezik. Mennyire nehéz építeni egy elektromos? Hát, tesóm, ha tudnád. Rohadt drágó, de elvezetni a záramot. Not enough money, látod? Innen nem tudom elvezetni, innen meg nem tudom, hogy hogy kéne. Úgyhogy mindenkinek legyen, ugye? Hát ez bukta így. De nem! Elkezdtünk profitot termelni! Ó, már 7, nem? Na, légy szíregyen meg. Jó. Ah, most visszament.
Jó, akkor legyen az. Stop. Akkor visszatérjünk oda, hogy ők még nem jöhetnek be. Itt mindent leszedünk, amit tudunk zóna szempontjából. Lehettem, hogy ez most így még felesleges ide ez a rész. Ilyen, mert nincsen ember, nincsen gáz. Most pénzt kéne termelni az alsó részből. Bocs. Jó. És akkor így viszont... Akkor megvárjuk, míg profitot termel az alsó szegmens. Mert nekik van már áramuk meg vízük, és amint profitot termelünk, akkor... elkezdjük a... ezt az építés majd itt. Csak hozzuk vissza. De egyre kevesebb a... Ja, jó, stop, ez így nem jó. Jézus, ötletek vannak itt. Mondom, valahogy úgy kéne egyébként, hogy több lakó. Nézzük meg ezt a nézetet. Több. Azt kéne megcsinálni, hogy itt ezt kicsit kiexpandoljuk a kis maradék pénzből. És ezt így. Még azt is. Hát... két gyárkezt úgyse fognak lakni, úgyhogy maximum izé lesz itt. Egy mini bevásárló között. Nem. Lássuk hát, ha... vagy egy emberek kellenének, az gondolom, hogy minuszba megy. Küldök 500 forintot postán. Itt miért írja, hogy áram kéne? Ki mondta, hogy itt lakhatnak emberek? Mi franc? Várjon egy picit. Hogy jutottak be? Tele le van zárva izétől, nem? Mi van? Hogy kerültek ide? És mielőbb a felsősebb embere. Jó, és akkor gondolom a zónákat olyan szempontból kéne majd itt kiszedni. Még esélyese legyen annak, hogy ide valaki bejön. Mert itt semmilyen zóna nincs. Össze sincs kötve a külvilág, úgyhogy ez csak egy ilyen kvázi holtak földje. Így. Jó, elvileg mindenki le van szedve. Na most. Jó.
Nincs pénz, gyerekek, hát... 700 mínuszba vagyok. Ó, well, most nézem, nem is látjátok. Legalábbis nem tudom, hogy miért nem mutatja teljesen. Ó, oh, fuck. Nem ezt akartam. Jó, 21.9-ben van. De nem, mert nem teljesen így. Jó. És... így. Kinda. Na, itt talán már látni fogjátok a dolgokat. Szuper. Ez... mennyi? Egy óra? 13 perccel később észrevettem. Yeah. A 10k bitet küldesz, lehet ilyen menő animációs... küldeni akarom. Jó. Tök érdekes, hogy a napok csak folyamatosan telnek, de közben amíg csak most jön fel a nap... Hoppá, én berúgtam a kis laptartomba. Áú. Na, hozzuk már vissza a pénzt, Splash. Az nem béna így. Pedig van ipar, meg van minden. The info window shows you what is going on with the selected building, értem. Rib láptartó. Vagy de miért nem jön ebbe az emberek? Stop. Csak be és kijönni tudnak. Sőt. Kimenni nem tudnak, csak bejönni, ennyi. Na, nyilván azt nem fogom ezért megcsinálni. Jó, akkor a föld után is bejönnek, szóval tök mindegy. Na, itt jön egy arc, tessék. Mondanám, hogy építem vissza az utat, csak nincs pénz. Na, ez olyan rossz, hogy mindig mínuszba megy. De hát most ezt nem is értem, van gyár, van lakó, van minden. Mi a franc történik ilyenkor? Jézusom, hello! Broadcast TV! Wow! Hello, Titya, vagy Edit, vagy Gábor, valamelyikőtök, hello! Bár Probably TV egyébként. Hello! Éppen szenvedek, TV. Jééééé! Tök jó titeket itt látni, remélem jól vagytok egyébként. Yeah, Broadcast! Azt látom. Hát, igen. Én vagyok a legjobb városvezető eddig. Nincs adó. Mi az, hogy nincs adó? Hát nem is engedi az adót. Itt remek a taxis és semmi. Nem is tudok kattintani. Bankrupti alert. Jó, kaptam most pénzt. De abban is csak megy le a... ne, mindegy. Jó, nem tudom, most rányomtam valamire a... valami ízére, de mindegy, ezt most megnézzük, hogy működik-e? Hát ez így nagyon gáz. Jó, akkor viszont most már össze lehet... na. Jó, ez nem érdekel, köszi Twitter copy. Nem, előbb ezt kötjük össze így.
Na most megcsinálj gyorsan az áramellátás, meg a vízellátás, és talán az itteni részleg majd kicsit felhozza a dolgot. Stop, előbb leállítjuk. Jó, kellene lakóvezet, az mindenképp, az de szerintem a crucial part, amúgy is. Ők lesznek többségben, mert nyilván sok lakó kell. Lesz egy vásárlózóna, hogy tudjanak shoppingolni, és lesz egy gyár, hogy aztán még tudjanak pluszba dolgozni. Bár én lehet, hogy még azt mondom, hogy ezek a pici szegmensek is lehet még kékek. Jó, most jön az, hogy áram. Please. Valahogy így... Jó. Ez a legprofibb megoldás annak, aki hozza ide az áramot. Jó. Kap-kap. Én mentem sorozatot nézni, Hali. Hello, Catman. Köszi, hogy itt voltál. És azt gondolom, hogy itt meg akkor le fogom rombolni a belső szegmest. Vagy nem? Ez miért van egyszer, hogy útra nem lehet építeni villanypóznát? Ez hogy működik? Ouch. Nézzük meg így, hát ha. Nem vagyok benne biztos, hogy ez egy jó megoldás. Mindenesetre még a vízcső az már ide van hozva, jó. Léci működj. Mert az utat megépítettem még, ami összeköti, most azon gondolkodom. Igen. Jó. Lássuk. Már ha látnánk valamit, igen, jogos egyébként. 11 néző? Oh, wow. Most nézem. Yeah. Hello, Kovi. Köszönöm, hogy csatlakoztál. Oh, jeez. Na, lakószámot növeljük, 250. És... Megy le, megy le! Yes! Lehet, hogy fogunk profitot elmegy, gyerekek. Csak legyen meg addigra, még meg... Jaj, de jó lenne! Jó, itt épülnek folyamatosan. Oké. Okay. 790. Ugye minél több lakó van, annál nagyobb lesz a profit, mert annál többen dolgozni, stb. Stb. Szóval elvileg ebben most már működnie kéne a dolognak majd. Jaj, nem raktam le gyárat véletlen. Na, jönnek az emberek, 290 ember. Most tartunk ó, várja, 815. Jajaj. Oh boy. Oktogon 2.0. Nincs áram. Akkor mégsem működik ez a megoldás. De ezt akkor se értem. Érdekes, az megkap. Na most, tessék. Ah, jó, akkor mégis működik. Jó, most egy pillanatra megijedtem. Na, oké. Okay. Na, lehet, hogy véger profitot termünk, most már 658, 600, minusz 630, folyamatosan megy fölfelé, tehát pozitív irányba a kiadás. Ugye lehet, hogy most végre sikerül profitot termés, és mégsem egy csődbe ismét a város. De gondolom valamilyen tevékenység vagy ilyesmi kéne, csak hát az még nincs feloldva. Kösz. Hát ott semmi nincsen feloldva, ami olyan... Mit tudom én, ilyen parkok, meg ilyesmi lesetok. Azért mentem, mert a gyárak hirtelen elették az áramot szerintem. Na, mínusz 460. 348 lakó. Haladunk. Léci, kapj áramot, ha már ott vagy. Az előbb még kaptál áramot. Oké, az kap áramot, nem kap áramot.
Muszáj leszel kapni áramot, ha ott vagy. Ja, mert folyamatosan fejlesztik? Hát az érdekes, hogy így valamikor kap, valamikor nem. Aha. Na, az viszont meg... De tökéleges, mert valamikor kap, valamikor nem, szóval ez nem fura. Most például nagyon... High demand for industry and offices. Aha. Tehát most nagyon szükség van gyárakra elvileg. Hát olyat meg tudod csinálni, hogy én ezt ide kihúzom. És ennek mentén még rakok gyárakat, ha már ekkor igény van rá. És amiért írt, hogy itt játékelt az áramot, majd ugye ki kéne hozni. Itt, somehow. Nem, már áramot így is kapnak. Akkor az sem úgy működik, ahogy én gondolom? Ha nem, mert közben akkor mégis ki kéne húzni ide. Valahogy. Jó. Na, most talán. Jó, víz van, víz van. Árammal van bajuk még mindig. Valami az árammal van még. Lehet több izé turbina kéne. 6000-be kerül. Minusz 167 egyébként. Rakjunk rá még egy turbinát, tehát a több áramat sikerül termelni így. És akkor még jobban lehet pumpálni majd itt a... Már látom, most már... Ó, most már stabilizálódott. Hello! Ó, és mi egyre jobban megy fölfele. Minusz 157. Jó, most lakosságra van igény, oké. Okay. Mert itt alul írja, hogy milyen igények vannak. Ja, most mi nem látjátok a nyilatokat? Amik az érdekes. Kevés az áramtermelő épület, ezért akadozik. Ó, már közben megvan egyébként. Közben rájöttem. Bocsi, nem féltem a csetet még. Oké. Ide kihozzuk az utat. Meg ide mondjuk még három blokkal, és ezt... ez viszont nem jó, mert nagyon kevés. Jó, akkor az lesz, hogy... így még... Az nem jó, mert akkor szél félbe szakítja. Az nem jó. Így, akkor ez mind lakóövezet lesz, mert most még nagyon sok lakóra van szükség. Tessék. Építkezzetek. Minusz 124. Ahhoz képest, hogy minusz 800 valamennyire indult, ahhoz képest ez nem rossz szerintem. 10 néző. Hello, üdv mind a 10 nézőnek. Sziasztok. Működjön. Congratulations, Little Hamlet. Reach a population 460. Na. Unlocks. New features, taxes and loans. Na, végre. Economy. Taxes, na végre. Köszönöm szépen. Jó, akkor van végre adó, bár ezt nem tudom, eddig miért nem lehetett meccsen, de mindegy. Van mentők, például. Ó, az is majd egy jó kör lesz. Szemétszállítás lesz majd még egy jó kör. Jaj, de majd az áramot kéne még kihozni. Jó. Illetve áram szempontjából még ami fontos. Az majd ez lesz, itt ez a rész. Így. Yes. Na, indítsuk be a dolgokat. Jó, házak elkezdtek épülni. Jaj, figyelj, milyen profit lesz! Ó, még hat kell, még egy! Ah, yes, profit! Yes! Yes! Na, 39, 49, 56, ó, csak pörög! Yes, pörög a só, gyerekek! 76, 85, yeah, boy! Ez az! Végre! Profit! Ah! Hát így, hogy most már vannak adók, meg ilyenek, hát... Jó. Gyárakra van most szükség ismét. Azt rölt. Hát megizzadtam egy kicsit. Jó, tessék, gyárak. Ja, közben amúgy a másik részt azt nem is figyeltem. Jó, igen, ők már nagyon igénylik a szemétszállítást egyébként. Jó.
Waste management, oké, okay. Hát ahol van ez a cucc? Roadside. Ezt nem mondod komolyan. Ezt nem értem. De még ide se engedi feltétlenül. De ide már engedi. Ja, értem, szóval de ki kéne húznom utat? Akkor viszont azt kéne, hogy... Itt van... Uvere van földút. Igen, erre emlékszem, sejtettem, hogy itt talán lesz. Itt valahogy kéne. Az majd meg... ahhoz nem jó. Jó. Akkor egy olyat csinálunk, hogy... City Out of Limits, kösz. Jó. Valahova ide kihozom. Így, és akkor földút, és ide hozzuk őtet a végébe, így. Dír. Csak így meg áram, meg lesz szintetve, ha. Jó. Van szemétszállítás elvileg. Ugye, ez kifele megy, de hülye vagyok. Stop. Ez nem a városba megy, hanem kifele. Mert fordítva van itt az út. Közben meg valami szemétszállító, meg töké. Ah, várj, akkor viszont azt az utat meg lerombolom, hogy itt van. Na. Így viszont már kényszerített, arra fognak menni be a városba, és összeszedik a szemetet. Oké. Okay. Ó, itt például víz nincs. Jogos, stop. Jó, nem lesz ez rossz, nem lesz ez rossz. Jó. Ott a szemétszállítás el van intézve, itt viszont azt kéne majd megoldani, hogy ezt valahogy össze kéne majd kötni, ugye ezt az utat. Így. Nagyon esztétikusan. Itt majd, mivel most nagyon nagy lakóövezet iránti szükség van, ezért majd itt elkezdem itt a lakóövezetet, azt majd utána fontosan terelem még más irányba. Oké, okay, szükség van egy medikális klinika arra. Az út mentén, ami viszont nem fedi le a teljes lakóvezetet, az nem túl jó. Ide kéne egy. Hát hova kéne rakni, várja valahol, de ahol van, gyorsan tudnak menni. Rakjuk ide. Mindenki boldog. Yeah. Itt van másik csapatnak, meg ide kéne majd... Ja, igen, nincs összekötve, ez nem jó. Az mondjuk nem rossz olyan szempontból, hogy... Mindjárt összekötöm majd itt az utakat, egyelőre ide rakom rá, és itt. Jó. Elvileg a medical clinic, space already az oké, csak hogy new services, education, nagyszerű, még iskolákat is kell majd építeni. Jó, szemétszállítás megvan oldva valamennyire. Oké. Okay. Jó, itt el tudnak kezdeni, az emberek... Igen, itt is a szemétszállítás kéne majd valahogy megoldani ilyen szempontból. Szerintem ide is kéne még egy... De nincs pénz, gondolom. 4000 kéne, és most 500-unk van. Jó, nézzük meg, hogy tudunk-e újra profitot termelni, most 39-en vagyunk. Jaj, ne, már megint elkezdtek jönni a fenntartás költségek. A gyáraknak kéne egy picit följebb hozni az izét, meg nekik.
Jó, nézzük meg, hogy így működni fog-e. Na mindjárt talán meg lesz a profit. 2600, megvan. Jó, most én megnövekedtem egy kicsit az adót, egy 2% kételen. 13 felvételt próbálja nélkül, azt hiszem. Hát nézzük meg akkor 13. Szintén 13. És így legalább több pénz jön be. Most 447-es profitban vagyunk, úgyhogy majd itt a személyszállítás lesz érdekes kör. Jó, a Verti Village, jó. Elértem a 900 lakost. Új terület 2 km x 2 km. Kerületek, rendőrség, second loan, districts, igen, tűzoltóság, rendőrség, jaj, de még ezekkel is kell majd foglalkozni. Jó. Micsoda? Ez nem tudom, mit jelent. De benyomtam, nem tudom, mit jelent. Education. Oké. Okay. 10 000-et kéne adni, jó. Hát most egyre próbálom behozni profitba a dolgot, mert sőt, előbb a személyszállítást kéne majd itt megoldani. Itt kéne földút. Valahogy úgy, hogy itt kihozzuk. Kinda. És itt még egy picit elvezetjük egy pár blokkal. És így viszont ennek a végébe tudjuk berakni. Na jó. Mit fel, ez terület? Iris District, Paint District. Ah, értem, itt vannak a kerületek, jó. Ide kéne rakni eztet. Jó. Elvileg most meg lesz. Nagyon esztétikusan. Ez egy kerület. Foggy Park. Ez a név. Meg ez a rész itt. Ú, az nagyon esztétikus volt. Kent District, ennyi. Ez pedig a kitörlése a districtnek. Forest Industry, Farming Industry, Generic Industry. Hello, köszi a követést, EVR76, Doggy. Kerületre rá tudod rakni. Ó, kerületenként is tudok kézzel adóztatni. Adó, adó, adó. Csak az adó. Őt felviszem 11-ről, hogy még több jöjjön. Jó, most kicsit begyorsítjuk a folyamatokat, mert most mínusz 2000-ben vagyok, ami nagyon sok. Hogy a franc utolok mínusz 2000-ben? Ó, viszont a kiadások most kevesebbek. Valami mennek le a kiadások. Viszont a bevétel az nagyon nem növekszik. Education, hát nagyon szívesen leraknék education, csak nincs pénz. We need pénz. Firehouse, hát igen, aha. Jó, áramellátás, most mi bajatok már megint? Jó, ide nem volt kihozva még, ó, jogos. Áram. Ott áram nincs valamiért, de miért nincs?
Ja, mert nem... Ja, mert akadozik, aha. Még hány ilyen vizét kell raknom, hogy működjön. Ez így nem jó. Még ez így érthető, hogy akkor miért van ennyire... Igen, a kiadás nem változik, meg a bevétel sem. Mint a szemétszállítás, az már tud indulni, azt hiszem. Elvileg működnie kéne. Szerintem valahogy azt kéne, hogy inkább idehozom a... Még itt is van nekik egy tök... Ja, az izén kívül van. Még kizelvileg feloldhatok. Unique buildings, hát ez most nem érdekel. Ó, felfogtam, hogy kellene ízni, oké. Okay. Mindenre szükségetek van. Build roads and zone next to them to allow... Aha, for help, click, oké. Okay. New service, jó, felfogtam, kösz. Azt gondolom, hogy minuszban vagyok. To build a school, hát nagyon szívesen építenek is kalácsot, nincs pénz. Valami nagyon rosszul csinálja, srácok. Most már áram sincsen. Nincs áram, gyerekek, de miért nincs? Minden működik a izé. Akkor francnak van itt. Nem is értem. Mennyibe kerül, hogyha eltüntetem? Nem jó. Nem, mert jobb lenne oda rakni egyébként az áramellátót. Szerintem. Nincs áram gyakorlatilag. Működik, csak kevés. Minusz pénz. Ja, hát igen, már minuszban, mert minusz 10 000. De jó ég. Jó. Stop. Ki lesz néző, néző, hogy szenvedek, nagyszerű. Így is van egy üzém. Adósságom. Hát srácok, én ez a játék, az nem értek. Pedig, nem tudom, a SimCity-ben pedig nekem szoktak működni a dolgok. Ez így sokkal nehezebb. Nem is értem egyébként, hogy miért nem működik amúgy. Már jó, lehet, hogy azért, mert izé elszívják meg ilyen időt, ez akkor őség. Milyen francet kell csinálni egyáltalán? Mert ez ilyen semmilyen szinten nem jó, hogy több a kiadás, mint a bevétel. Hogy lehet kevés a bevétel? Még mennyire rakjam a izé? Jó, akkor leviszem az adót a lakosoktól. Még 5%-ra, a többit meg hagyom izé. Na lássuk, most mi történik. Begondolom, akkor kevesebb lesz még ennyire is a bevétel. Ó, persze. Pog! Azt nézd! Legmagasabb adó 29%-ét, még te se láttál.
Az fél. Elindult a profit. Yeah. Ennyi. Most stílusosan 27%-ra rakja? Ez figyeld, profit. Csak az meg az emberek tűnnek el. Kicsit nem bipolárak a Global Happiness kapcsán. Jó, visszahozzuk. Nyilván ez egy normálisabb, még 15-re. 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 Nézzük meg most. Nem, megint mínuszban egy a szar. Jó, gyárak lesznek megadóztatva, ilyenkor mi történik? Na jó, gyerekek, szerintem eleget szenvedtem ezzel a játékkal. Sajnálom, ezt fel kell adnom, ez egyáltalán nem megy nekem. Nem tudom. Jaj, nem tudom, pedig a SimCity-ben ennyire azért nem voltam szar. Ez borzasztó. Jó, srácok. Holnap találkozunk. Holnap 3-tól lesz Minecraftozás. Ez ilyen kis peckó. És aztán pedig Subnautikázunk 8-tól. 3-tól fél 8-ig fogunk Minecraftozni, és 8-tól pedig Subnautikázni, és akkor kettő közt lesz egy ilyen kis fél órás mini pihi. Hogy azért ne legyen az, hogy tehát kicsit pihenjünk még azért kettő között. Lehet, hogy 7-kor is abba adjuk, nem tudom, majd attól függ, hogy lesznek a dolgok. Még a szolgáltatóval nem nagyon beszéltem, úgyhogy mert most fogtak így kérni, hogy csináljanak már valamit, mert hogy egyedül fenn vagyok a szerveren, minden le van véve, és még úgyis 110%-on pörög a szerver, szóval azért ez nem normális. Tehát az már nem az éjjében sajnos. Úgyhogy aki holnap akar Minecraftozni, jelentkezzen brammedia.hu/tájékoztató. Ha pedig már is jelentkezett, akkor holnap 3-kor a globális tanács voice-ba találkozunk. És akkor holnap Subnautikázok, szintén akkor fogom először kipróbálni, egyébként már le van töltve, úgyhogy megnézzük, hogy milyen játék, hogy működik. Láttam már így valamennyire videókat róla, de nyilván azért még így föl kell fedeznem a dolgokat. Úgyhogy nem tudom, srácok, ahogy elnézem, örültek ennek. Köszönöm szépen. Várjék, közben egy küldet. Ó, nem már Robi. Muszáj. Jó, akkor megvan az outro zenénk. Ó, nem már. Fuck sake. Jó van. Na, mindjárt letelik az mostani zene, aztán utána jött is az outro. Még egyszer, srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, még így is 9-en itt vagytok, vagy 10-en. Tök király, tényleg nagyon jól esik, hogy ilyen sokan itt vagytok és néztek, még annak is, hogy szétszenvedtem magam City Skylines-ba. Úgyhogy holnap folyt köp, srácok. Sziasztok. Már ha, igen. Szóval sziasztok. Lány, mutatom, hogy mi az élet. Mutatom, Nekem nincs más, csak is te vagy, akit kérek. Nekem nincsen más, nem. Forog a város, mikor megiszunk én pár piát, te táncolsz. Én meg oda tolom a számat a szádhoz. Most nagy a szívem, érzem. Én komolyan úgy érzem, hogy te lehetnél majd a feleségem. Gyémán gyűrűt veszek, soha nem fogy el a pénzem. Itt vagy velem, többet nem is kéne kérnem. Te vagy velem éppen. Nem érzem, hogy le kellene lépnem. Akárhová megyünk, mindig mindenhol csak nézd meg. A világunk az olyan, mint a képen.
jelképen. Megvehetek bármit, 2 kiló a Louis Chanel, nekem ez nem számja. Várok rád, pedig nem szeretek várni, de te teljesen elvetted az eszem. Kicsi lány, 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 mutatom, hogy mi az élet, neked mutatom. Nekem nincs más, 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 csak is te vagy, akit kérek, csak téged. Forog a város, mikor megiszunk kint pár piát, te táncolsz. Én meg oda tolom a számat a szádhoz. Most nagy a szívem, érzem. Te egy angyal vagy, menj meg a lelkem. Fogtad a kezemet, a rossz fele mentem. Velem vagy a zajban, és velem vagy a csendben. Előre megyünk a többiekkel szemben. Veled más, megbeszélem veled, ha valami bán. Odafigyelek rá. A buliban megfogom a kezed, az exem, akarom, hogy lássa. Nem gondolok másra, remélem mellettem leszel, amikor majd felébredek másnap. Felébredek másnap. Kicsi lány, 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 mutatom, hogy mi az élet. Mutatom, aha. Nekem nincs más, 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 csak is te vagy, akit kérek. Csak téged, téged, yeah. Forog a város, yeah. Mikor megiszunk kint pár piát, te táncolsz. Én meg oda tolom a számat a szádhoz. Most nagy a szívem, érzem. Gyere közelebb. Aha. Ez egy szar. Ez az egy szar. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!